Na, remélem, hogy működik a mikrofon, mert most azzal próbálkozom. Ez most egy jó teszt arra, hogy Tomasz füvet nyír tőlem, nem tudom, egy 5-10 méterre. Úgyhogy most kiderül az, hogy a mikrofon jó-e arra, hogy kiszűrje például a fűnyírónak a zaját. Mögöttem pedig a palántázó láda van, és azt szeretném nagyon megmutatni, nagyon örülök. Mert egyrészt a paradicsomok gyönyörűen nőnek, igaz, még kicsik, már későn ültettük el őket, de ugye erről már volt szó, hogy sajnos nem tudtuk korábban kihozni, a hidegek voltak, és a palántázó kis meleg házat nem tudtuk előbb kihozni, nem volt még se nap, se meleg. Viszont amióta kint van, csodálatosan nőnek a paradicsom palánták, egészségesek, még egyszer mondom, hogy kicsik még. Illetve ami nagyon meglepett, és nagyon örülök neki, azok a levendulák. Tehát köszönjük szépen azoknak, akik korábbiakban tanácsokat adtak a levendula ültetéssel, szaporítással kapcsolatban. Volt, ami sikerült a saját kísérleteink közül is, de Isten igazából, mivel nem jött időben a meleg, ezért azok a kísérletek, amik elvileg sikeresnek bizonyultak, most már mégsem. Tehát a késői meleg, vagy késői tavasz miatt azok a levendulák is, amik megmaradtak a kis PET palackokba, ők is elszáradtak. Tehát nem tudtuk már megmenteni őket, illetve nem megmenteni, hanem ugye ami a cél lett volna, ő belőlük már nem tudtunk egészséges növényeket nevelni. Na de a lényeg, megmutatom, ő két cipzárral működik, itt elő a zöldcsík, az egy-egy cipzár. Egy pillanat. És akkor ezt így szépen fel lehet tekerni. Próbálok közben a mikrofonra is figyelni, mert ez még egy új dolog, hogy nehogy zaj legyen, zajos legyen. Most szépen látszik egyébként, ha csak nem csillog bele, most nem tudom, de tiszta pára az egész. És ugye ez a pára az, ami a levendulának nagyon fontos, ezt ti is írtátok, és hát mi is olvastuk, próbáltuk, de az a pára nem volt elég, amit mi próbáltunk meg. Na, tehát a palántázó nyitva, ők itt a paradicsomok, ebből tudok közelebbről is mutatni, ha megtalálom. Igen. Hát ez a kisebbik, fekete paradicsom. Ő most így áll, közben kikapcsolódott a papucsom, szóval a fekete paradicsom jelenleg így áll. Én nem tudom, hogy olvastam meg ilyet, szerintem ezt csak én találtam ki, úgyhogy bocs, ha nem teljesen 100%-os az információ. Én úgy gondolom, hogy ha a paradicsomnak a harmadik, illetve a negyedik levele kijön, tehát ugye ezek a picik ott középen. Tehát az első két levél, az paprikánál és paradicsomnál is ugyanolyan. Nekünk a legnagyobb, az egyik legnagyobb, megmutatom a paprikát is. Hol is. Igen. Tehát ő a paprika, és tök ugyanígy néz ki a paradicsom is akkor, amikor kibújik. A paradicsom egy idő után meghozza a harmadik, illetve a negyedik ilyen kis másfajta levelét. Ez a paprika, ott nincs ilyen levélke, ez a paradicsom ott van. Mondjuk nem egykorúak, de szerintem érthető a lényeg. Nekünk ez volt az egyik legfontosabb információ, amit ugye amikor elkezdtük ezt az egész vidéki kertészkedős kis életünket, akkor erről nem találtunk semmilyen fajta információt. Biztos, hogy van, csak esetleg vagy rosszul kerestük, vagy nem tudom, de arról senki nem írt, hogy amikor kibújik a mag, akkor milyen, hogy kell kinézni, mit kell keresni. És az első körben, mi megmondom őszintén, olyan is volt, hogy ugye kivettük a kis palántákat, és átültettük, vagy elültettük, és volt közte bizony gyom is. És ez azért volt, mert zöldfülüként mi nem tudtuk azt, hogy milyen egy paradicsom palánta. Tehát mindenki csak azt fotózza, amikor már nem így néz ki, ilyen kis fiatal korában, még megint megmutatom. Tehát nem ezt fotózzák az emberek, meg
örökítik meg, hanem amikor már komolyabb a növény, rendes levelekkel, meg minden. De hát ezt mi nem tudtuk, hogy kicsi korukban hogy kell, hogy kinézzenek, és akkor kibújik a mag, akkor nem tudod, hogy melyik a mag, melyik a gyom. És bizony nálunk volt gyom, mert mi annyira nem alaposan tisztítjuk ki ezeket az ültetett, tehát ezeket a veteményes, minek mondják, szóval ezeket a kis ágyásokat, igen. Tehát az ágyásokat mi nem gyomírtózunk, nem semmi vegyszer, na mindegy, hát ezt előzőekben már elmondtuk. És ugye nem tudtuk, hogy mi fog kibújni, és volt olyan, hogy a gyomot is szépen elkülönítettük, és úgy kezeltük, mintha ő is egy paradicsom lenne. Most a harmadik évben járunk, és a harmadik évben már meg tudjuk különböztetni a gyomtól a paradicsomot, paprikát is. Nem ilyen pici korában, már ilyen sok van gyomba is, hanem amikor elkezd nőni, akkor már egyértelműen látszik, hogy melyik micsoda. Paprikából azt nem lehet sokáig tudni, hogy milyen paprika lesz, mert mindegyik mag, amit eddig mi ültettünk, mindegy, hogy chili, kaliforniai tévépaprika, bármelyiket, meg a kápia, az én kedvencem, mindegy volt, hogy melyiket ültettük, nem volt különbség a növény között, amíg el nem kezd színeződni a paprika, vagy formáját fel nem veszi, mert ugye egy chili az egy ilyen kis pici, amit mi ültettünk, és piros, illetve a kaliforniai kicsit más formájú és más színű. Na de, ők voltak a paprika paradicsom, nem ennyi van, több van odabent, csak most én itt ez az, amit ki tudtam így venni. Nem akarok nagyon macerázni. Hát itt ezen a polcon pont a paprika van egyébként elültetve. Ez nem veszem ki, jó, ott látszik a matricája, ez a sima tévé paprika. Ugyanilyeneknek kell majd nőni belőlük, illetve hát nyilván nagyobbnak. Alul ők mind paradicsom, ezt ki tudom venni. Ez egy rossz tepsi, mire nem jó a rossz tepsi. Na, ők a paradicsomok. És erre mondtam, hogy ez a melegház, ez valami csoda. Tehát ez egy nagyon jó vásár volt. Szerintem az egyik legjobb dolog, amit eddig csináltunk itt. Mert volt az a kis palántázó láda, ami ugye betört a tetején a üveggel, ablakkal. De ez sokkal, százszor jobb. Tehát itt olyan pára tud benne lenni, minden egyes nap locsoljuk. Ez volt egyébként a másik hiányosságunk, hogy locsolni locsoltunk, de mindig olyan kis éppen hogy. Tehát ugye ezt sem tudja egy Budapestről jövő embernek, fogalma nincs arról, hogy mi az locsolni. Tehát meglocsolod, adsz neki, mint egy pohár vizet innál, de ő nekik nem ennyi kell, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. És túllocsolni sem szabad, de igazából nem aggódom, mert azt hiszem, hogy ezt már így fel tudjuk, tehát ezt már így tudjuk, érezzük, hogy mennyi kell. Lényegében minél több, ami még ilyen hibánk volt, és szerintem hasznos info kezdőknek, az az lehet, hogy semmiféleképpen ne ültessél olyan edénybe, teljesen mindegy, hogy mibe ültetsz, tökre mindegy, de olyanba ne ültessél, aminek az alja nem lukas. Mert hogyha a víz megáll az aljában, akkor elruhaszthatja azokat a gyökereket, amik esetleg már kinőttek, és azok meg még elég fiatalkák ahhoz, hogy meg tudják ezt úszni. Tehát az nekik nem jó a sok víz. Még a levendulát megmutatom. Na hát ezen én kész vagyok. Tehát ez. Egy fél pillanat. Szóval nem tudom, hogy emlékszel-e, ő itt a levendula. Egy hiány mindegyikben van ültetve, de van még egy tárca, szóval nem lehet eleget ültetni belőle. Nem tudom, hogy emlékszel-e, amikor próbálkoztunk ezekkel, és talán a legelső levendulás videóban is egy ilyen palántázó tálcába ültettünk, csak az egy ilyen kicsike tálca volt, ilyen kis sűrűbben pakolt dologgal. Azt valamikor télen, vagy valami, szóval mindenképpen hideg időszakban, időjárás során csinált, végeztet, azokat akkor ültettük. Valaki írta, hogy az tavasszal érdemes, vagy legalábbis meleg időben érdemes, igaza volt. Ezt abszolút aláírom, mert a mi kis kísérletezgetéseink úgy, ahogy működtek, egy ideig.
De mivel aztán nem jött a nap, ezért történt az, hogy ami működött, ami sikeres volt, sajnos azoknak a növényeknek is végül búcsút kellett intenünk. Tehát lényegében minden egyes palántázás, szaporít, tehát levendula ültetés, amit megcsináltunk, működne, ha tavasszal történt volna. Itt a élő példa rá. És ami a legtutibb, és én ezen teljesen kész vagyok, azt nézd meg. Az ott a virág, az a levendula világ. És ennek is, és annak is, őnekik is, mind a háromnak, ha jól látom, és van még egy tárcával, most azt már nem veszem ki, mert ugyanezt látnád, de hogy minden egyes virágon, vagyis levendula tőn, levendula növendéken, minden egyes darabon lesz virág. És ez azért durva, mert az újonnan vásárolt palánták, amiket vettünk, az a három darab, amiről készült szintén korábban videó, őket, amikor elültettük, három közül egy virágzott. Ez nem azt jelenti, hogy baja volt, rossz helyre ültettük valószínűleg, mert nem kapott elég napot, mert nekik a tűző nap kell, és a sok víz ugyanúgy. A szaporításhoz nem szeretem ezt a szót, de most nem jut eszembe más, illetve a palántázáshoz viszont ez a nagyon nagy pára is nagyon fontos. Úgyhogy én mindenkinek, most már le is zárom, mert már hosszú lesz megint, én minden kezdőnek azt ajánlom, aki levendulát szeretne sokszorosítani, hogy egy ilyen melegházat, vagy bármit, ami ilyen mértékben párásodik, remélem, hogy látszik, mert én így nem úgy látom, totál pára most is, hogy ki van nyitva. Tehát, hogy egy olyan valamibe próbálkozzon, és csak kizárólag meleg időbe, ami ennyire párát tud biztosítani, mert tényleg ez igaz, hogy a levendulának a pára kell. És amikor már gyökret fog, és amikor már ezek szerint még virágzik is, tehát amikor már ahogyan a boltba megveszed és elülteted, gyökeret fog, onnantól kezdve már nem kell neki ez a pára, hát locsolni nyilván kell, de onnantól kezdve már egész máshogy működik a növény, mert szárazság tűrővé válik. Ebben még nincs tapasztalatunk, tehát ez majd kiderül, remélhetőleg nem lesz rossz következménye most sem majd a kiültetésnek, de azt szerettem volna megmutatni egyrésztről, visszateszem közbe, szóval egyrésztről azt szerettem volna megmutatni, hogy milyen gyönyörűen nőnek a kis melegházba, mobilházba, palántázó fóliába, fólia sátorba, hogy milyen gyönyörűen nőnek, mennyire sokat számít tényleg a pára, ahogy mondták és mondtátok, illetve, hogy a paradicsom és a levendula az, ami 100%-osan, ha minden egyes nap locsolod, akkor ezt fog történni. Legyen tavasz, legyen sok víz, és legyen egy ilyen melegház hatású valami, akár saját magad által készített dolog, és ez lesz a következménye. És a következő majd az ültetés lesz, azt meg majd még utána olvasunk, hogy mikor érdemes. Lehet, hogy egyet-kettőt már megpróbálunk majd most elültetni, egyelőre most ennyit szerettem volna elmondani, illetve megmutatni. Óvatosan, jaj. Úgyhogy nagyon szoríts, kérünk szépen, mert nagyon szeretnénk sok-sok levendulát, és ebben a pillanatban most tényleg az eddigi legbizakodóbbak vagyunk, mert látod, egy csomónak már nő a virága, illetve hát a paradicsomról nem is beszélve. Szóval lesz egy csomó paradicsom, reméljük. Na, hát ő volt a palántázó láda újítva, vagy hogy is mondjam. Most zárásként becsukom, visszacsukom. Hát ilyen a kis fóliás hátrunk. Még egyszer köszönjük szépen az eddigi tanácsokat. Fadoboz.